Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a te kercs és tekintet. Én nagy Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Két angol lány és a kontinens. François Truffaut, 1971. Van első mondatod, Szabolcs? Nem szerelmi történet a helyzetükbe végleg belebonyolódott emberek, ezúttal két brit lány és egy francia fiú, aki maga a kontinens, örömei és szenvedése, közös döntéshelyzetei és döntésképtelensége. Ó. A brit lány, miután egy renyhe akaratú francia fiúhoz akarta hozzáadni imádott hugát, és ezek egymásba szeretnek, de mégis kudarcot vallanak, és ha már az évek jönnek-mennek, kezébe veszi az ügyet, utána megy a fiúnak egészen Párizsig, még a szeretője is lesz. De mi történik, ha mindezt a huga megtudja? De bélműködés szokott renyhe lenni az embernek, nem? Döntés. döntés Beszéljünk a, a srácról. van egy ilyen meghatározás is, hogy főhősünk... Mm -hmm. Claude. Valami olyasmi, mint a fiatal Marcel Proust, aki beleszeret Charlotte és Emily Brontéba. De nem a fél testvérükben voltak szerelmesek ezek a bronti lányok? Az most megint más kérdés. Ha már bronti, belecsaptál a közepébe, és akkor lohasztás, 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 ugye két lány van és egy fiú történetben, az egyik lány meghal, és a, ő, az ő utolsó szavai, ha most orvosért küldesz, szívesen látnám, ezek Emily Bronti utolsó szavai. De nem csak rá zajlik utalás, hanem August Roden szobraira hmm. is. Nyilván triviális lenne, hogy a csókot emeljük ki, ami többször is megjelenik. A végén hosszasan időzik rajta a kamera. De a filmben is megjelenik, úgy értem, hogy ők is Igen. úgy ölelik egymást. Aha. De akár a kaléi polgárok is, de hogy hogyan, annak nézen utána a hallgató. Továbbra is a két angol lány és a kontinens című trüffófilmről filmről beszélünk. Elhelyeznéd, Szabolcs, ezt az életműben? Igen, két életműben is el tudom helyezni, oh. sőt sokban. Te nyilván a rendezére gondolsz, de én inkább az író életműben helyezném el. Henri Pierre Rosé két regényt írt egész életében. A legelső regénye 74 évesen jelent meg. Itt álljunk meg egy pillanatra. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos tételmondat is lehetne. Úgy tudom, Szabolcs, neked is volt egy álmod, hogy egyszer megírj egy nagy regény és tudomásom szerint még nem kezdtél hozzá. És még nem vagyok 74 éves. Így van, és nekem is van ilyen álmom, rengeteg-rengeteg brilliánsabbnál, jobbnál jobb novellát megírtam. Mindenkinek van Ez egy érződik álma. is a stílusomban. Igen. De az, arra, arra, gondoltam, hogy azért a nagymű az csak egy regény lehetne, de ehhez még nem kezdtem hozzá. És még nem egy eposz? De még van nem idő, az a nagy Mert az Mostanság eposz? nem ez, ez, ez igaz. de, hogy, de hogy még akkor van 30 éve merre Képzeld el François Truffaut, aki igen fiatalon halt meg, ő úgy tervezte, hogy 30 filmet fog rendezni egész életében, és utána regényírásba fog. 25 filmig jutott. És ez a 12. alkotása, hmm. de egyben az utolsó is, ugyanis halála előtt újra vágatta. Igen, mert a piszok producerek 20 percet levágtak a filmből, és a film iszonyú bukás volt a hazájában, és úgy gondolta a trüfó, hogy ennek részben az az oka, hogy 20 olyan percet kivágtak, amely még elmélyíti a szereplőknek a jellemét és a bonyodalmait, és a halál el előtt utolsó gesztussal így, hogy mondod, visszarakta a 20 percet, és te vajon ezt a változatot nézted a 130 perceset? Én 130 perceset néztem. Hú, hát hol az a két perc? Ezt akkor nem tudom. Pedig kétfajta változat is eljutott hozzám. Én egy kérdés folytat hogy Szabi, ó, mond te kit választanál. Vagy beleszerettél -e bárkibe is? Igen. Kiben? Én egészen nyilvánvalóan az egyik nővérvel tenném le a voksamat, és az Anna. Nem, az Mürjel. De igen, 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 igen. Muriel nagyon jól néz ki az ilyen John Lennon szemüvegében. Hát Ez tényleg meglep? Igen, igen, mert te nem szereted az ilyen hát kiegyensúlyozatlan lányokat. Ezt értem, hogy, hogy a titokzatosság a téged is megfogott, távolságtartó, lehet vele filozófálni. Ez volt a döntő szempont de ugyanakkor meg hisztis, szeszélyes vagy akár beteges, Jö, no, de a beteg is konkrétan. Oké, okay, de en aki te annának neveztél. Ne arra, úgy. Ő, 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 is eljut Párizsba, és ő is a szabados életet választja. A, majdnem úgy, mint egy férfi. És e, ez a vonala, ez már nem volt nekem Neked annyira, annyira gondoló, nem tetszett ez a ős. Ős. Jó, de szerintem ő tudna hűséges lenni, sokkal racionálisabb, vagy legalábbis kiegyensúlyozottabb, de megvan benne a játékosság. Sosem is. derül ki, hogy mennyire tudna hűséges lenni, hiszen, ahogy az előbb említettük, ő meghal a filmben. Igen. Ami e, nagyon érdekes lohasztás. borulás, lohasztás, 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 most beharangozom a, a szerelem matematikai törvényeit, no. de most én még nem mondom el őket. Én is mesélek majd törvényeket neked. Mert matematikai, tehát a részben miért geometriai szántani, és miért tehát ha meghal az egyikők, akkor így megborul ez a háromszög, ezt mi is érezzük. Mindenképpen elmondanám, hogy egy nagyon szép, fordulatos filmmel van dolgunk. A megítélése, hogy mi a szeretjük vagy nem szeretjük, négy dologtól függ. Egy, szeretjük-e trüfót, illetve a francia új hullámot. Kettő, mennyire jött be nekünk a zsülés Jim, illetve ahhoz akarjuk-e mérni, van aki ott ragad le, hogy ez nem olyan, meg kevesebb, meg más. Itt közbevágok, még van két törvény ne felebb, de a, e, tehát nem említettük, hogy Henri Pierre Rossi két regényt írt egész életében, a Jules Jim az első, és azt megfilmesítette França Trifo, egyszer beszélnünk kéne arról a Igen, és sadás, itt utalnak is arra a regényre. Mert nem hogy kicsi... az is egy hármast ingen, ábrázol, ingen. csak ott férfiből van kettő. Hát jó. További Három. Angolok vagyunk, vagy franciák, tehát hogy uh, nyilván akkor valami pluszt is keresünk még. Vagy ebben, magyarok. Vagy magyarok. És négy, hogy mi hajdanán milyen szerelmesek voltunk. Szabolcs, te milyen szerelmes voltál ennyi idősen? Mennyi idősen? Hát igen, de ennyi idősen az elég homályos. Tehát ők azért húsz körül kezdenek, nem? Nehéz belőle, mindesetre 1902 ben kezdenek, majdnem 20 évet fog át a történet, az ő hármújuknak a bonyolódása az 7 évet fog át, Igen, és Igen. ugye az egyik nő halálával, illetve a másik férjezmenésével bomlik föl ez a triász. Én ezzel vitatkoznék, de majd vitatkozom a megfelelő helyen. Én nem a szerelem szót használnám, ha van a kedvesünknek lánytestvére, akkor ahhoz sokszor egy sajátos viszony fűz bennünket. Ezt nem mindig a szerelemmel írnám le, de minden esetre a barátság az sok esetben kialakul a lánytestvér felé is. Neked ugye van ö, fiú tesód, volt, hogy Igen. rivalizáltatok? Nem, nem, mert egészen más típusú lányokat kedvelünk. Uh -huh. Bárha már itt személyesen ezt és hagyjuk is a filmet, beszéljünk most az én személyes szerelmi életemről. csak az a, 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 Tehát, hogy volt, van egy lány, aki húsz év különbséggel csókjával illetett bátyámat is, és engem szépen kifejthetnéd. Én egyszer volt, hogy egy nyaralás alkalmával, mit tudom én, hét nap volt az a közös, és egyszerre harcoltunk meg a bátyámmal egy lányért. Jó, de a bátyám ezt nem sokkal kellett volna. szebb, okosabb, gazdagabb, mint jobb mintem. lett. Igen, de, de inkább az, hogy, hogy olyan fegyvereket is bevetettünk egymás ellen, legalábbis én, amik miatt mai napig így szégyenkezem. Most megkérjük a bátyát, hogy ne hallgassa ne ezt, hallgass ezt a műsort. És továbbra is elnézést kérek Tőle. Eleve ez a konkurencia azért óhatatlanul megjelenik testvérek között is, nem csak a szerelem vonatkozásában, hanem... De vajon konkurencia ez? Te ezt a szót használod. A film azért érdekes helyzeten nyit, a, összebarátkozik egy fiú és a lány, és a lány az nem meghódítani akarja ezt a fiút, hanem bevonzani a családi körbe, és egyfajta házasság közvetítőként a tesókáját ajánlatja a férfiám. Önzetlen. Mielőtt még a figurákat kifejtenénk, itt a címmel kapcsolatban... Kapcsolatosan olvastam egy ilyen értelmezést, hogy a kontinens, már te is utaltál erre, Franciaországra utal egyrészt. Egyrészt? Tehát a mi? két lányom Nagy-Britanniára, a kontinens Franciaországra, de hogy ez a kontinens szóban benne van egy másik szónak is a gyöke. A kontinencia. Nem akarod ezt kifejteni? Ezt nem, nem tudom, mire gondolsz most héten, az inkontinencia jutott eszembe, de ez nem játszik szerepet a filmben. É, és akkor ennek kapcsán az a szerző az eljutott egészen odáig, hogy itt a férfiasságnak a megtalálásáról is szólhatna ez a film. Ez jó, de a, a, a nőiesség is herélve már az anyja által. Hú, de nagyon, nagyon belevágtam, úgyhogy akkor még ne? Az egyik kritika, mert bírálatokat még nem említettünk, azt mondja, hogy Claude-nak nincs semmiféle jelenléte a filmben. Te egészen megdöbbentő, hogy bármely nő is a megszállottja lehet, nem hogy kettő egyszerre. Na akkor most a, a Claude-ról beszélsz. A Livi, aki hát belenézett ebbe a filmbe, ő ennyit kérdezett, hogy ez most komoly? Szerintem ez önmagában elég bírálat. Innen is szeretettel üdvözlőjük Livit. Igen. De vajon melyik jelenetnél kérdezett bele? nem volt némi féltékenység vagy irigység, hogy itt van ez a francia csávó, és az, hogy ő francia, és mondjuk szeret filozófálgatni, és uh, sután rámozdul a csajokra, oké, okay, elegáns, az elég lenne a csajoknak. Ha én ezt magyarként, tenni, nekem nem lenne pofám ezt magyarként megtenni, hogy két angol lányra így rányomulja. De igazából nem nyomul ő, hát az egyik egy... belekarol, te is elpirultál, nem, igen, amikor igen, melekarol igen. a nő, hogy, vagy és a... aztán a másik is egy Teltével, az is belekarol, akkor megint elpirultunk, és valóban van egy narráció, beszél, mindjárt a narrációról, uh -huh. az mondja is nekünk, hogy ez milyen zavarvejtő pillanat, érted, egy nővelét karol. Na most milyen nyelven nézted a filmet? Hát ez e nagy döntés volt, hogy és meg német nyelven, ugye az osztrák szereplő miatt a Zsülé és na nem, magyarul néztem, Megmondom és vannak én... benne angol mondatok. És ]ikát. van, amikor nem fordítják le, vagy nem feliratozzák. Hát ez is olyan csúnyát mondanak. És uh, én tényleg kétszer megnéztem, mert sok idő maradt rá. És az eredeti, tehát a magyar narrátor Kulka János mm. nagyon kellemes, jól illeszkedik a film emelik ki többen, ám ez túl jó nem jó a, a kulkának a hangja, mert hogy a trüfó hangja az eredetiben nagyon-nagyon ilyen -nagyon vékonyka és idegesítő. Cincogós. Már, hát már-már távolítja az nézőt ettől az egésztől, jó, és ez de fontos. Akkor, akkor belét kötök, tehát tessék, versenyünk a filmemzésért, mint két férfi egy nőért, több narrátor van. Tehát nem csak az a narrátor van, aki a rengény hangon beszél, uh -huh. gyanítható, hogy az Claude öregkorában, ugye most visszautalva Henri Pierre Rocher a regényszerzőre, de van, amikor az egyik nő hangját, és van, amikor a másik Ezt ugye nő sem megoldják, haj. ugye a napló részletekkel, Meg levelek, igen. Igen, de hogy van, ahol a színészt kárhoztatják, hogy Rendkívül passzív figura, már mint színész is Leno, és gyakorlatilag lehet, hogy nem értenénk semmit, hogyha ez a hang ez nem mondaná el, hogy most kb. ő ezt érzi, meg azt érzi. Azért gyanítjuk, hogy Jean-Pierre Léo, aki más filmekben is a kiábrázolása a rendezőnek, tehát még legalább hmm. négy másik filmjével szerepelt egy sorozatban, hát Ő nem... erre kérte a hát, rendező. Hát... Hogy legyen hát, hogy eleve szempelent. ő trüfónak egyrészt az alteregója, kinézetre is, másrészt meg ő neveli fel, vagy gyakorlatilag az első filmében a 400 csapásban még kamaszként látjuk őt. De hát, engem fánjön, a... 401 csapás, 402 csapás. Igen, 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 is. igen. Vannak egyébként más hasonlóságok is, például trüfó is filmkritikusként kezdte a pályáját, itt a főszereplő ugye műkritikus. Ő a francia film sírásója, így hívták akkor, mert iszonyú kegyetlen filmkritikákat írt, amelyek egyszer mint mindenkor elintéztek szerzőket. Öh. és akkor itt nagy viták vannak a kommentelők között, hogy ez a klód, ez egy jó indulatú gazember, vagy egy szerencsétlen karakter, aki sodródik a világban, de abban úgy egyetértenek, hogy semmi férfia sincs benne. Sodródni kell. Még a narrációhoz mondanám, hogy hát, ugye a Trüfo sem kimélte más eh, filmek szerzőit, ezért a kommentek sem igen kimélik őt. Egyébként 1958-ban ő volt az egyetlen, akit a, a francia kritikusok közül nem hívtak el a Cannes Film Festivalra. A narrációra mondják, hogy túl részletesen beszél olyan érzésekről, amelyeket már amúgy is tudunk. Nehézkes és tolakodó. Jó, kicsit olyan, mint egy középiskolás napló. És igazából én megvédeném. Én is védeném. Szerintem zseniális. Ettől nagy film a narrációttal. Ezt is el tudnám, akár fog. Én is nagy naplóíró voltam, meg nagy levelező. És mondhatjuk, hogy milyen, bocsánat, nyomi, vagy szerencsétlen ez a klód, akkor kérdezek, Szabi, te, ha igen. visszagondolsz a 16-20 éves korint nagypászabolcsra, akkor egy nyomi nagypászabolcsra gondolsz hogy vissza, vagy el, -e, vagy inkább egy szánakozás? Bevallom, őszintén. Ez egy átmeneti idő, igen, és az ember szánalmasnak érzi magát, azért így visszagondolva... Az nem biztos, útkeresést, hogy azért volt. Abszolút. Én, én abszolút így emlékszem vissza... Hát meg a nők ilyen rejtélyes lények, egyébként már igazok, tehát én ez jön, nem igen. múlik el és meg kell találni, hogy hogyan viszonyul hozzájuk az ember. És igen, nem most ez nem egyszerű, és tehát én szerintem ő semmivel sem rosszabb figura, mint amilyen én voltam, vagy ahogyan én emlékszem az ekkori útkereső önmagamra, a bölcsész tarisznyámmal, meg, a, meg ahogy filozófágattam. És akkor így fölmerül a kérdés, hogy melyik a rosszabb, amikor az ember sikertelen nyomi, balfék, vagy az, amikor sikeres nyomi vagy, tehát hogy siker, abszolút azért, aratod a sikereket, de nem tudsz dönteni, hajszolod a szerelmet, átgázolsz mások életén, vágyain mert az is nyomiság. Ez nem csak a férfinak a felnövés története, hanem a két nőnek is a felnővés története. És Klódnál szakaszokat figyelünk meg. A középső szakaszban ő igen, igen sikeres lesz a nőknél, és ez a legvisszataszítóbb szakasz, legalábbis kívülről. Tehát nem csak, hogy ilyen erkölcstelen vagy keresztény szempontból, hanem bármilyen szempontból is ő teljesen érzéketlen. Tehát a nőknek a terveit, érzéseit, azt, azt figyelmen kívül hagyja. Talán ez a két lánya kivé de hát azért őket sem kíméli. Persze van olyan értelmezés, hogy a lányok azok manipulálják őt. Már utaltam arra, hogy az egyik testvér azt akarja, hogy a másik uh -huh. testvért elvegye a Claude, de egyébként is így ide-oda dobálják, de aztán meg visszahúzzák, zsarolgatják, tehát ő, ő eléggé ki van szolgáltatva a két nőnek, akik szintén nem nagyon tudnak dönteni. Na, vitatkoznék veled, Na gyere, én gyere, szerintem gyere. az, a ki az van. aki, igen, fönt van, ki az aki a legkevésbé nő föl, szerintem klód. Szerintem a végén is ugyanaz a balfék, ahogy ott az autó tükrében nézegeti önmagát. A két lánynál viszont, a két lánynál viszont elképesztő változást látunk. Nézzük End, vagy Annát felnő, egyre többet tud, mert egy rendkívüli, mert tesz, megérik, aztán megromlik és meghal. A halálával az ő sorsa, a bukás, vagy ez egy a korabeli normális lezárása a történetnek, hogy hát valakinek meg is kell halnia. Jó, de is furcsa, tehát van egy Gyurka nevű szerető, ez nyilvánvalóan egy magyar név, bár a filmben szlávként van ábrázolva. Franciaországból nézve. Ő vele elutazik Perzsiába, de valamilyen nyitott kapcsolatba egyeznek meg, tehát már maga az a setting is elég furcsa. Aztán lesz egy másik vőlegény, Nikolász, aki ott van a halálos ágyán is ágya mellett is. Feltem nem, a, a gyurka látogatja meg, csak mesél valami Nikoláról a, a húgának, vagy ezt, nővérének. Ezt elfogadom, de akkor ez... Jé, ja, igen, mert három férfi volt az Ingen, életében, azt mondja. Igen. Ami ma már nem is számít olyan soknak. Jó, de a szerintem mai ez mai három... Átlag... Én azért úgy értem, hogy ez három komoly férfi. Vagy három és bevallott férfi. 211 darab, kevésbé komoly. E, jó. És akkor itt van Muriel itt a kritikaként megjelenik a filmmel szemben, hogy melodramatikus. Igen, az mit is jelent? Az az érzelmeket hát érzelgős, de dráma. De ugyanakkor, meg, ha megpróbálunk egy pici empátiával megérteni ennek a műrielnek a sorsát. Ne, aki, hát Klód se volt empatikus, mi se legyünk. Mi se legyünk, tehát ott ér egy, egy velszi falucskában, puritán körülmények Akkor mik sem angol lányok, Igen, lányok. jogos. Nem ismer igazából semmi normális férfit. Megjelenik ez a francia srác, és gyakorlatilag őt hát nem csak a csávó kosarazza ki, de a nővére is becsapja, én is szerintem így, így ledölnék a lábamról, és olykor-olykor elájulnék, amikor szakítanak velem, meg rájövök, hogy a nagy szerelem az nem tud létrejönni, Ez a... és nem lesz belőle semmi, és a nővérem összejött a szerelmemmel, Az kemény, igen. Ez az ébredés-ébredezés időszaka mindannyiunknak egyik kedvenc jelenetem, amikor a bordéházról faggatják Klódot. Egy két szempontból fontos nekem az élet. Az egyik, hogy hát ők, ők, ők van bennünk egy egészséges kíváncsiság, ami elsősorban a nemiségre irányul, de ez nyeri el most a bordéház felelő érdeklődésnek a Módját. De a másik szempont az talán még fontosabb, hogy itt azért van egy erkölcsi szempont, ők ö, olyan társadalomban élnek, egyenlőtlen a ö, nemeknek a szerepe ebben a társadalomban, ahol a férfinek nemi kalandozás megengedett, a nők pedig kincsként őrizgetik tisztaságukat, szüzességüket, ö, és úgy beszélnek -e arról ebben a helyzetben, hogy Claude természetes, hogy bordéházba jár, és egyszer vigye el őket is, mert körbe akarnak nézni, ez halálosan bájos. Igen, igen, igen. És aztán kérdés, hogy eljutni egy bordéházba önmagában bűne, mármint, hogy csak szétnézni, mert biztosan felrázó élmény. Hát meg teljesen érzékeltenek az, az örömlányok Egyik cimborám eljutott egy hamburgi e, ilyen ha. házba, nem azért, mert olyan célja lett volna, de mondta, hogy a legkiábrándítóbb élménye Abszol. volt, ahol azok a drog bedrogozott, szerencsétlen nők ott bambultak kifelé, és ott rángatták be. Igen, erre én... utalok, hogy ez a szempont, ez a, ez a társadalmi törés, ez nem, nem kerül elő a filmbe. A matek törvényekre ugrunk? Még, mindjárt 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 még, még, még a Műrielnél annyit, ő az, aki sír, elájul hány és vérzik, és a vérzős jeleneten sokan megakadnak, amikor az arany vörössé válik. Ez a, bulgal... az a legerősebb vörös a filmben. Igen, igen. És gyönyörű, ahogy a végén Muriel lemond Klódról, kvázi megöli a szerelmet, hogy ő élhessen. És, és én azt mondja, éreztem, ugye. ő is mondja, hogy a végén Muriel önmaga fölé, Klód fölé, a történet fölé, és leginkább a saját sorsa fölé nő. Na ezért lettem szerelmes bele. Most megválaszoltad. Oké. Okay. Muriel ez csodálatos asszony, még a színésznők elhangoznak, Ent Kika Merkem játsza, hmm. Muriel pedig Stacy Tendeter. A, olyan, mintha a, főként a rendezőt, szerintem nem annyira az írót, ebben nem hmm. ő biztos, ilyen geometriai szabályok érdekelnék, és a film szerkezetében ez kulcsfontosságú, lehet, hogy ezt egy második, harmadik, negyedik, ötödik nézésre lehet csak megállapítani, de mondok egy törvényt, egy hármasban a szerelmesek sosem szeretik egymást ugyanakkor egyenlő mértékben. De mondok egy... jó, várjál, gondolkozzunk, ezt elhiszem. És akkor mindig de várjál, egyszer de, de, ez de, jobban szerelmes, aztán Jó, az... de itt mondjuk sosincsenek együtt, se úgy, sem nem úgy. Tehát, hogy itt, itt azért ezek csúsztatva vannak. Igen, ez csúsz, az a hangsúly Igen. csúsztatódik, hogy ki van belebocsátkozva keményebben ebbe a szerelembe. Egy ilyen hármasnál, amikor ketten együtt vannak, hát akkor mindig pályoség. a harmadikuk a legszerelmesebb. Tessék, újabb szabály. Jó, hát idő kell, Szabi, hogy ezeket így feldolgozom. Én még amint tűnődtem itt a két lánynál, vagy, hogy en, mint hogyha egyre szebb lenne, egyre vonzóbb, egyre titokzatosabb, Muriel meg számomra egyre idegenebb lett. Megijedek tőle a filmnek a végére, de lehet, hogy ez a felnövésnek egy Normális következménye. Nálam fordítva. De ne, nincs ezzel baj. Mondok még egy törvényt mert nagyon hangsúlyozva van, hogy ennél és Miriam miben különbözik. Tehát testvéreknél, ezt máskor is megfigyeltem, egy ikerpároknál meg különösen, de nagyon hangsúlyozva mm. van az a picike kis dolog, amiben különböznek, és a család állandóan azt emlegeti, hogy te ebben vagy nagy, ő meg abban nagy. Tehát egy kicsit ilyen szétkülönböződés megy végbe. Na, szóval van úgy, hogy egy ilyen hármas felásban, hogy a, a, két különböző személyiség, ez esetben a két lány, csak együtt elegendőnek a férfinak. És akkor legyünk megbocsátani, egy pillanatra Claude-dal, tehát úgy tűnik, mintha neki a két nő együtt alkotna egy egységet. E, ez G G Nekem van egy nagyon kedves És ezért nem tud dönteni. Gyerekkori lány ismerősöm, aki, aki egyszer nekem mesélt az életéről, és ő neki mindig egyszerre több szerelme volt, és ezt fejtegette nekem, ami nekem borzasztóan kiábrándító Igen. volt, hogy neki így teljes az élete, őt egy férfi úgymond nem tudja, vagy egy szerelem nem tudja boldogá tenni. Miközben nekünk a büszkeségünk pont azt mondja, hogy egy élet sem elegendő kiismerni bennünket. Most egyes számba mondom, tehát hogy engem kiismerni, ezt mondaná a büszkeségem. Nem az, hogy én valakinek, a nem valahányad részének a nem tudom, párja legyek. De lenne egy teológiai kérdésem, Igen. amikor a műriel egy naplóhoz csatolt levélben beszámol egy gyerek gyerekkori, hát tabusított történetről, hogy egyrészt... Elpirultunk? Igen, egyébként. Bűne, amit elkövetett, most nem kell belemenni, hogy mit követett el. Nyilván a mai liberális fogyasztói nézők azt mondják, hogy nem az, és ő csak a bűntudat kínozza, de hogy azért igenis vannak gyerekkorunkban olyan bűnök, amiket azért így megbánunk, tehát mit tudom én, én tíz évesen világá kürtöltem Patrik osztálytársam titkait, bátyám egyik osztálytársa leégette a nyaralójukat, ha ezután bűntudatunk lett volna, akkor ez jogos, nem? Ha, ha a szülők eddig nem sejtették, most az adásukból kiderült számunkra. Egyrészt nincs, nincs, beszámítható életkorban, most a bűnön lovagolsz, az, ez az alkotás, a, ami, ami előttünk áll, ez inkább a következményekkel foglalkozik, tehát nem a bűn tudat marcangolja a gyerekkori emléke miatt, uh -huh. hanem olyan következményei támadnak, amivel ő éveken át küzd. Aha. És akkor ezt mondhatjuk, tehát hogy a bűnök sokszor nem most a rossz, bűnök, most, nem a hanem rossz a szokás, most nyilván miatt. nem a rossz szokásra gondoltam, hogy az bűn, csak lehet hogy olyan dolgot is elkövettek, ami akár az lehetne. És akkor ez, ezt hogyan dolgozzuk a fel? A meg mit még a, a megvakulással is kapcsolatba hozza a Akkoriban ez Akkoriban ez, ez egy általános uralkodó nézet Igen, volt. Bár nem gerincfertülésre. <laughs> Jogos. Te is szeretnél itt egy tételt mondani a szerelemmel kapcsolatosan. El ne felejtsük ha már. Ha egyikőjük kiesik a hármasból, mondjuk meghal, akkor csak egy gyermek állíthatja helyre a hármast. Hmm. És valóban állapotosnak mondja magát Muriel a szüzességének az elvesztése után, mert hogy Claude mind a két lánynak elveszi a szüzességét néhány év különbséggel. Aztán kiderül, hogy ez egy, egy, ez egy hamis Állapotosság csak. Aha. Ami nekem eszembe jutott, a, a szerelem fogai dilemmája. Mm. Ugye mi az alaptétel, hogy van két bűnelkövetők, külön cellába rakják őket, és ha azt szerint kapják az ítéletet, hogy melyikük val, és melyik nem val, és itt is a szerelem is olyan, hogy nagyon sokszor külön vannak, külön cellában vannak a, a felek, és akkor azt szerint bűnhődünk, vagy hogy ki mit val, mit nem csak, hogy én mit vallok, hanem közben a másik, és itt ezen gondolkodtam, hogy egy, az én önző énemnek most az volna a leggyönyörtelibb, ha kettőnk közül csak te volnál belém szerelmes, te odaad nekem magad, semmiért egészen, viszont számodra ez volna a legfájóbb. Kettes, nekem az volna a legfájóbb, ha én lennék szerelmes beléd, de nem. Három, ám ha kooperatív módon mindketten akarnánk a kapcsolatot, akkor kettőnknek ez volna a legjobb, ez tudná az életünk büntetését minimalizálni. Négy, és összeadva mindkettőnknek az a legrosszabb, ha egyikünk sem akar semmit. Ezekből itt mi valósul meg a filmben? olyan, mintha egy egyoldalúság lenne, mintha sok elárulnák egymást. Van még egy hármas, amit nem említettünk, az pedig François Truffaut egy testvérpárba volt szerelmes. Catherine Dönövbe és féltestvérbe François Dorleákba. Ezt nem és, a, és hát az egyik ők halálával. Végződött ez a hármas fölállás. Vannak a... ilyen megközelítések, hogy ez a film a, az elveszett szerelmi lehetőségekről szól, ezért is beszéltem itt a, a fogoly dilemmáról, van. meg a döntésképtelenségről. Az érzelmek a törékenységéről, a szerelem lassú haláláról, a szerelem és a fájdalom közötti kapcsolatról. Ez elfolytásról és felszabadulásról. Ez az időfilmje még nem csak azért, mert nagyon hosszúra nyúlik a filmidő, 20 év, ugye 1902 kettőbe kezdődik, és csak 56-ban írja meg regényben a, 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 a Rosé a saját életére utalva, és csak 71-ben válik filmé, tehát így majdnem a három átfogja az évszázadnak, meg ahogy megjelenik benne a film, ez a, tehát emiatt, a távolítás miatt egy ilyen nosztalgikus így, ami hangulat Lengját, és átver bennünket. és, hogy, és hogy sokszor túl késő, hogy ha halogattuk, mindennek megvan a maga ideje az ég alatt, és van, amikor ezek az idők már elmúlnak, és akkor nem visszahozható. És pont ez a késői elbeszélés, ami végképp kegyetlenné teszi a felállást, hogy ez már egy múlt, ezzel már nem lehet mit kezdeni. A, amit itt mondtál, ez bennem úgy fogalmazódott meg, hogy a szerelem az egyik legpontosabb tükre az idő múlásának. Van eleje, közepe, vége változik, formálódik formál, a szerelem önmagát is meg bennünket is, érzések, történetek, emberek születnek, fejlődnek és pusztulnak. Van, aki szerint az utolsó jelenet, ami 15 évvel később történik, az adja meg az érzelmi súlyát mm -hmm. az egész filmnek. Én ezt azért nem éreztem, vagy ennyire nem éreztem katartikusnak ezt a jelenetet. Ugye belenéz a tükörbe, a kocsi tükrébe, és azt mondja, hogy milyen öregnek nézek ki. Gondolom, te is fölálltál a film megnézése után, és fürdőszoba tükörbe megnézted magad. Én minden esetre azt állapítottam meg, hogy még mindig milyen fiatal vagyok. Na jó, de ha belegondolunk, ez egy nagyon kemény fölismerés. Nem tudom a hallgatóink, hogy vannak ezzel, éreztéke már ezt, mert egyik jó, jó érzés, amikor azt mondjuk, hogy jaj, de szépen felnőttünk, de amikor belenézek a tükörbe, és hoppá, valami megváltozott, azért az egy nagyon-nagyon szomorú állapot. És akkor ehhez egy szép gondolatot fűzhetnénk a filmből. A boldogságot csak akkor fogjuk fel, ha már elment. Hmm. Két angol lány és a kontinens. François Truffaut 1971-es fémje. Ez volt a tekács és tekintet. Én nagy Pák Lód Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi François Gyula.